én sem kapnék, mert a jövedelmem nem. Hoppá, most akkor kapnak vagy nem kapnak? Az úr kapna, a hölgynek nem? Annyit nem, amennyit akarnak. De hogy nem adnak annyit? Nem adnak, mert kicsi a jövedelem. Kicsi a jövedelme. De régen adtak. Még oda kell adnom egy telket neki, hogy kapjon. Nem elég a lakásra. Most figyelembe veszik, hogy a jövedelmed egyharmad része lehet csak a hitel. Annak idején a devizahitelnél nem vették figyelembe ottan a nyakadvasot. Az összeset odaadták. De a 100 ezer fizetésnek az 51 ezer az egyharmada? Igen. 51 ezer lett volna a törlesztő. Na de megérte, sorban legalább tudjuk, hogy forint alapon 7,48% kamattal. 7,48% kamat. 51.200. Igen, a bomba pedig közelít is. De ahogy ezeket kimondjuk, a bomba jár itt, füstölgő bomba, ami ugye bármikor robbanhat. Igen, én itt látom. Itt az egyik hölgy, aki az előbb felháborodott, 40,7%-tól 42%-ig teljes hiteldíjmutató. 40%-os hiteldíjmutatót nem általának odaírni. Ez nyilván, hogy Uzsora. Jó eset. Hát a lakossági bankszámlánál nulla kamatot adnak, és ők pedig 40,7%-ot kérnek. De szép, egy ügyes húzás. 10,400%. Ez fontos nekünk. Igen, mit tegyünk pénzügyi panaszok ellen? Jaj, én fideszes vagyok. Igen, itt van egy panasz tájékoztató, hogy hova mehetünk. Csak a pénzügyi. A francba. Egy nagyon bonyolult folyamat ábra, a legvége a pénzügyi békéltető testület, a PSZÁF, ami ugye már nem is létezik, tehát csak jelzem, hogy ez elavult, mert a PSZÁF már nem létezik, és a bíróság. És mindez írásbeli kérelem után. Azt mondja, hogy ha van, vagy válaszol a bank, vagy nem. Ha nem válaszol, akkor pedig azonnal a PSZÁF-hoz lehet fordulni. Nagyon jó. Nekem nem kell, csak elhoztam, hogy lássátok. Mondta lesz, hogy a tessék.